Magyarországon 1895. október 1-je óta vezetnek hivatali nyilvántartást a születésekről, házasságkötésekről és halálozásokról. Ezeket 119 évig, 2014. júliusáig papír alapon rögzítették, ami számos hiba lehetőséget hordozott magában. Parrak Ferencné, a Szekszárdi Polgármesteri Hivatal anyakönyvi osztályának vezetője elmondta, fontos, hogy az emberek foglalkozzanak ezzel, mielőtt késő lesz. Mindenkit a születési anyakönyvbe bejegyzett neve illet meg, és 2014. július 1-től elektronikus anyakönyvi rendszer van, és a régi papíralapú anyakönyvekből most kerülnek berögzítésre a születési bejegyzések, és ekkor derülnek ki, hogy nagyon sok embernek akár a családi neve, vagy az utóneve nem úgy szerepel az anyakönyvi alapbejegyzésben, mint ahogy azt az okmányai tartalmazzák. Lehet egy ékezett hiba, egy félrehallott betű, vagy egy nem használt második név. Egy rosszul bejegyzett név miatt akár a kezdetekig, 1895. október 1-jéig is vissza kell lapoznia az anyakönyvvezetőnek, hogy megbizonyosodjon arról, mi volt a család eredeti neve. Az egyik leggyakoribb eset, amikor az édesanyának két utóneve van, de csak az egyik van feltüntetve a gyermekei iratain. A másik többször előforduló eset, ha a férjet hivatalosan például Kovács István Péternek hívják, de a feleség csak Kovács Istvánné néven szerepel a rendszerben. A megyeszékhely anyakönyvvezetője arra kéri a lakosokat, nézzenek utána adataik helyességének. Ez kötelező. Ez kötelező, mert az anyakönyvvezető, ha észleli a hibát, akkor azonnal javítja az elektronikus anyakönyvi rendszert és a központi nyilvántartó rendszert. És ha valakinek már a központi nyilvántartó rendszerbe akár az anyja nevét javítjuk, már másnap az ügyfélkapu nem fog tudni belépni. Az ilyen ügyben történő névváltoztatás illetékmentes, tehát ebben az esetben ingyenesen cserélik ki a lakosok minden iratát.